Szélsőségek tömkelegével indult a november Európában, míg Olaszországot özönvízszerű esők sújtják, az Ibériai félszigeten havazik, nálunk pedig 25 fok feletti értékeket mértek elsején délután. Felhőzet előrejelzésünkön az is látszik, hogy a kontinens felett nagyon erős a hideg, sarki eredetű és a meleg, szubtrópusi légtömegek keveredése. Emiatt alakulhatnak ki a földközi tenger felett nagyon erős ciklonok, amelyek már eddig is több tucat halálos áldozatot szedtek és hatalmas anyagi kárt okoztak. A megpróbáltatásoknak azonban abban a térségben még nincs vége. Pénteken és szombaton szerte Itáliában újabb jelentős, néhol 80-100 mm-t meghaladó csapadékra kell készülni. A térképről az is leolvasható, hogy nálunk inkább a Dunántúl nyugati fele részesülhet némi esőben. Péntek délutánra szóló piktogramos térképünkön is inkább a Dunántúl nyugati harmadán szerepelnek esőt jelző ikonok, sőt, Szlovénia irányából ide egy-egy zivatar is átsodródhat. Másutt, főként a Dunától keletre, még egy-két órás bágyat napsütésre lehet számítani. A hőmérséklet is főleg az Alföldön alakulhat több fokkal 20 fok felett. Éjszaka is a Dunántúl nyugati felén hullhat területi átlagban is valamire való, azaz pár milliméternyi eső, de kisebb csapadék az északi középhegység vidékén is eshet. Igen enyhe lesz az idő hajnalban, a közlekedők dolgát főként nyugaton nehezíthetik kötfoltok. Délelőttől a felhőzet vastagsága mindenütt elkezd csökkenni, és egyre inkább fátyolos jelleget ölt majd. Kisebb eső reggel még nyugaton, észak-nyugaton előfordulhat, majd inkább a makacs köd és a ködfelhőzet okozhat barátságtalan hangulatú időt abban a térségben. Másutt akár több órás bágyat vagy erősen szűrt napsütésre is számíthatunk. Délutánra megint sokkal a sokévi átlag fölé melegszik a levegő, csak a borúsabb északnyugati tájakon maradhatnak jóval 20 fok alatt a maximumok. Alapvető átalakulás, komolyabb lehűlés sem vasárnap, sem pedig az azt követő héten nem valószínű. A ködös reggeleket általában naposabb nappalok követik, a hőmérséklet azért szép lassan, szinte észrevétlenül egyre inkább az ilyenkor elfogadható tartományban alakul majd.